Visszatekintett az Újvidéki Színház indulásának történetére, amely 1969-ben kezdődött. Egy valakinek nagyon fontos szerepe volt, aki az utóbbi időben megfeledkezünk, aki kitartóan, állandóan napirenden tartotta az Újvidéki Színház létrehozásának a kérdését. Ez a rádió egyik vezetője, Szivimú Magda volt az. Ő az, aki baráti alapon, politikai befolyása révén, és hát pozíciója révén is állandóan mondjuk a Újvidéki Színház létrehozásáról próbálta meggyőzni annak fontosságáról, meggyőzni az illetékeseket, a Szocialista Szövetséget, a Községi Művelési Közösséget, és persze a községi vezetőket is. A Székvárosi Magyar Színház repertoárja a szernéző közönség számára is vonzónak bizonyult. A színi kritikus kihangsúlyozta, hogy a szerbiai szakvélemény a három legjobb hazai színház közé sorolja az Újvidéki Színházat.